Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Deli Kinga vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Újabb változások a menetrendben? Tovább folytatódik a szekszárdi helyi járatos buszok racionalizálása. Harcsafilét akart lopni, végül laptoppal távozott a szekszárdi besúranó. 70 éves a megyei könyvtár, a jövőbeni tervekről hallhattak a résztvevők. Judó sikerek, 3 aranyérmet is elhoztak a szekszárdi sportolók. Újabb módosítások jöhetnek hamarosan a szekszárdi helyi járatos busz menetrendben. Az üzemanyagárak emelkedése miatt ugyanis a szeptember óta hatályban lévő rendszer nem hoz akkora megtakarítást, mint azt előre eltervezték. Szeptember eleje óta járnak új menetrend szerint a helyi járatos buszok Szekszárdon. Az átalakítás célja az volt, hogy az önkormányzat lefaragjon a szolgáltatónak fizetett évi több százmillió forintnyi kiadásból. Hamarosan viszont újabb módosítás jöhet. A legutóbbi közgyűlésen ugyanis erről döntöttek a képviselők. Erre azért van szükség, mert Szekszárd 2022-ben csak az év első felében 158 millió forintos tartozást halmozott fel a Volánbusz felé. Menetlen racionalizálást javasoltunk. Ez meg is szavazta a közgyűlés, valamint azt, hogy a mínuszt évi 100 millió forintra csökkentsük le. Tehát ne fizessünk évi több 100 millió forint mínuszt, hanem találjuk ki azt közösen a szolgáltatóval, azt a megoldást, hogy hogyan lehet ebből esetleg buszoknak a jobb karbantartásával, más buszokkal, menetrend racionalizálással ezt megoldani. A tanévkezdés óta érvényben levő új menetrend elvileg jelentős megtakarítást eredményezett volna, ám a gázolajárának folyamatos emelkedése felülírta a terveket. Így a spórolás mértéke az eredetileg tervezett 30 helyett maximum 15% lehet. Emiatt van szükség újabb módosításokra a menetrendet érintően. Egy 30%-os költségcsökkentést még szeretnénk megvalósítani. Ez nem azt jelenti, hogy járatszámokat csökkentünk, hanem gyakorlatilag előzetesen egy utasszámlálást tartunk, ahol konkrétan ki fog derülni, hogy hol vannak felesleges járatok, hol vannak olyanok, amik egyáltalán nincsenek kihasználva, vagy kevésbé vannak kihasználva. Az átalakításról legközelebb az október 20-ára tervezett közgyűléskor tárgyalhatnak a szekszárdi képviselők. Az elmúlt hetek csökkenő mutatóit követően ismét emelkedni kezdett a nyersolaj ára. Szeptember végén 84-ről 87 dollárra nőtt. A kőolaj exportáló országok szervezetének tagjai először fognak egyeztetni a COVID-járvány kitörése óta arról, miként alakítsák az olajkitermelést. Céljuk, hogy megállítsák a csökkenő árakat, amihez vélhetően azt a döntést kell meghozniuk, hogy csökkentik a mennyiséget. Emiatt pedig tovább emelkedhetnek majd az árak. A változás értelmében tehát a 95-ös benzin 671,9 forint, a gázolaj pedig 757,9 forint lesz literenként. A változás a piaci árakat érinti, a 480 forintos hatósági árak 2022. december 31-ig érvényesek. Több kiló harcsafilét próbált szociális otthonból lopni egy nő, ám menet közben lebukott. Ez mégsem tántorította el attól, hogy ennek ellenére ne távozzon üres kézzel az intézményből. Ebbe a szekszárdi szociális otthonba surrant be a tolvajnő. Egészen meglepő dolgot próbált magával vinni. 3 kiló szürke harcsafilével távozott, ám hamar lebukott. Egy órán belül elfogták és előállították a lopással gyanúsítható nőt, aki akkor azt mondta, hogy csak a harcsafilét vitte el, és azt vissza is adta. Nem sokkal később viszont újabb bejelentés érkezett a rendőrségre ugyanebből az intézményből. Egy irodista telefonált, mert eltűnt a laptopja. A rendőrök a korábban már kihallgatott nő lakására mentek. A nő lakásán tartott kutatás során ez a készülék előkerült, így a nevelő otthon részére a kár megtérült. A gyanúsítottként kihallgatott nő beismerte a lopás elkövetését, és mivel nem volt ismeretlen a hatóság előtt, a korábban elkövetett cselekményeivel együtt üzletszerűen elkövetett lopás vétség miatt kell felelnie. A harcsa és laptop tolvaj nő tehát vélhetően hamarosan bíróság elé áll. Továbbra is csökken a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán a honlapján. Azt írták, a 39. héten is folytatódott a szennyvízben mért koronavírus örökítőanyag koncentrációjának csökkenése.
A vizsgált városok többségét stagnáló tendencia jellemzi. Emelkedés Egerben és Szolnokon, míg csökkenés Budapest déli szennyvíztisztító mintájában, valamint Szegeden és Zalaegerszegen tapasztalható. Hozzátették, a mért koncentráció két mintavételi helyen, Kecskeméten és Zalaegerszegen a mérsékelt, míg 20 helyszínen az emelkedett kategóriába esnek. Megkapta büntetését az a férfi, aki 2021. szeptemberében utasként rántotta be egy autó kéziféket az M6-os autópályán 120-130 km/h sebességnél. Az ittas, zavart, bátmonostori férfit 1 év 10 hónap börtönbüntetése ítélte a szekszárdi járásbíróság, aminek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Egy baráti horgásztúrával kezdődött baleset lett a vége. Az M6-os autópályán Paks térségében történt személyi sérüléssel járó baleset tavaly szeptemberben, melyet az egyik utas idézett elő. A két barátjával hazafele tartó ittas zavarodott 36 éves férfi élettársával telefonon azt közölte, el akarják őt rabolni. Miután megkérte a sofőrt, hogy álljon meg, és az nem tett ennek eleget, a bátmonostori férfi az anyósülésről berántotta a kéziféket. A jármű megpördült a szalagkorlátnak, csapódott, és az M6-os autópálya közepén megállt. A baleset után a vádlott kiszállt az autóból és futni kezdett. A bíróság a vádlottat mindezért 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, továbbá kötelezte 480 000 forint pénzbüntetés megfizetésére is. A balesetben a sofőr 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Édesapákat és fiaikat hívja Pécsről induló, Mária Gyüdre tartó gyalogos zarándoklatra Felföldi László pécsi megyés püspök október 22-én. A felhívás szerint a résztvevők reggel 7 óra 30-tól gyülekezhetnek Pécs határában a 2. János Pál útján található korábbi FEMA parkolóban, majd a menet 8 órakor indul útnak a Pogányon és Bissén átvezető mindegy 31 km hosszú zarándokúton Mária Gyüdre. A kegyhelyre várhatóan 14 óra 30 körül érkeznek, ahol a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a zarándokok a bazilikában, a napzárásaként. Fontos tudni, hogy a zarándoklaton mindenki a saját felelősségére vehet részt. A szervezők kérik, hogy az időjárásnak megfelelő öltözetről, vízhatlan ruházatról, továbbá kellő mennyiségű folyadékról és igény szerinti hideg élelemről mindenki saját maga számára gondoskodjon. A hazautazás Mária Gyüdről egyénileg a menetrend szerinti buszjáratokkal lehetséges. 70. jubileumi évfordulóját ünnepelte a Tolna megyei Éjjé Gyula könyvtár. Az egész napos rendezvényen a résztvevők az intézmény múltjáról, majd pedig a jövőbeni tervekről hallhattak. 1952-ben, vagyis 7 évtizede alakították ki a megyei könyvtárak rendszerét Magyarországon. Így hazánkban többek között Tolna megyében is jubileumot ünnepeltek a bibliotékák. Ennek alkalmából egy kisebb rendezvényt tartottak Szekszárdon, ahol Liphauser János igazgató a múltról és a jövőbeni tervekről beszélt. És a megyei könyvtárak legfontosabb célja mindjárt egy kettős cél volt. Egyrészt nagyon magas szinten kiszolgálni az adott település, a saját települése lakosságát, miközben egy olyan hidat képezzen a nagy országos gyűjtemények és a kis települések könyvtárai között, ami egyfajta esélyegyenlőséget teremt a könyvtárak látogatói számára. A mai szolgáltatási rendszerek révén napjainkban nincs olyan kis település Magyarországon, ahol ne lenne valamilyen fajta könyvtári szolgáltatás. A Tolna megyei biblioteka összesen 97 községet lát el. Az igazgató elmondta, hogy bár a jelenlegi 1961-ben elkészült épület már nem felel meg az elvárásoknak, hamarosan a mai korhoz hű otthona lesz az intézménynek. Most nagyon jól halad minden. Tavaly szeptemberben elindult az építkezés, ami, hogyha az ütemtervet jól tartják, akkor jövő áprilisában el is készülhetnek az építéssel az építkezők. A szakhatósági engedélyek után elindulhat a beköltözésünk, ami hát több százezer dokumentum esetében több kilométernyi könyv egymás mellé rakva. Így a tervek szerint 2023. szeptember 1-én nyitja meg kapuit az új könyvtár Szekszárdon. Aranyérmes helyezést ért el a Baján megtartott K1 Magyar Kupán a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi technikai osztályának kiemelt főnyomozója. Győri Robert százados 2 éve űzi a különleges küzdősportot, korábban pedig 10 évig karatézott.
Ezúttal a 71 kg-os kategóriában a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg a 75 kilósok között az ezüstérmet sikerült elhoznia. Már maga a felkészülés is egy nehéz időszak volt. Már nyáron tudtam, hogy indulni fogok ezen a versenyen, így már a nyári edzéseken is próbáltam úgy teljesíteni, hogy jól sikerül ez a mai nap. Illetve az utóbbi 4 hétben heti 3 vagy 4 edzést is tartottunk, benne futóedzéssel, vasárnap délutánonként, ebéd után, és ott nagyon sokat futottunk, rengeteget lépcsőztünk, készültünk a versenyre. Tehát izgalommal teli volt mindenképpen, és a várakozása, hogy telt az idő, egyre nagyobb feszültséget hozott az ember számára. Kimagasló sikereket értek el a szekszárdi Gemens Judo Klub versenyzői a Pakson megrendezett bajnokságon. Az egyesület 3 sportolója is megszerezte az országos bajnoki címet. Itt már szokásos heti edzésüket tartják a szekszárdi Gemens Judo Klub versenyzői, hiszen készülni kell az újabb megmérettetésre. A Tolnai megyeszékhely csapatának a sportolói október 1. hétvégéjén már tatamira léptek a Pakson megrendezett bajnokságon, amin 7 ország több mint 850 versenyzője vett részt, és ahol a szekszárdi klub tagjai kiemelkedően szerepeltek. Az elején nagyon izgultam, de aztán az elmúlt, és mikor föléptem a szőnyegre, akkor előteljesnek éreztem magam, és hogy úgy éreztem, hogy mindenkit le tudok győzni, és ez így is lett. A kétnapos rendezvény első napján a diák korosztály versenyzői csaptak össze a tatamin, majd a Magyar Kupa után következtek az országos bajnokságok. Vasárnap pedig már a serdülő és ifjúsági korú dzsúdósok folytatták a már nemzetközi duzzadt mezőnyt. A szekszárdi klub versenyzői a diák A és B korosztályos összecsapásokban értek el kimagasló eredményeket. Beke Csongor és Fülöp György külön súlycsoportba indult, és esélyt nem adott a többieknek. Ugyanez elmondható 54 kilóba kiindult Simon Máté. Nekem meggyőződésem, ez körülbelül fél éve, egy éve folyamatosan mondom, hogy ők eddig is a súlycsoport legjobbjai voltak. Mind a 3-an voltak már országos bajnokságon dobogósok az előző években, de mind a 3-nak most sikerült fölmenni a csúcsra, tehát ők országos bajnokok lettek. A következő megmérettetés Szegeden lesz, ahol ifjúsági B magyar bajnokságon teszik próbára magukat a Gemes Judo Klub versenyzői. Regionális híreink következnek. Egyeztetést akar a rezsiről a pécsi városvezetés. Spórolni kell, de a kormányzat segít, mondja a jobb oldal. Közeledik a határidő, adóelőleget kell fizetniük az általány adózóknak. Könyvritkaságok nyomában. Raktártúrát szerveztek a kaposvári bibliotékában. Egyeztetést akar a pécsi baloldali városvezetés arról az intézkedéscsomagról, amit a megnövekedett energiaárak miatt állítottak össze. Közben kiderült, hogy a kormányzat segíti a pécsi távfőcéget, havi támogatást ad. De további rendkívüli segítség is várható, ha magán kezdi a spórolást a városháza, mondja a polgári oldal képviselője. Felmértéke már, mennyivel kell többet fizetnie a rezsiért a pécsi önkormányzatnak. Ezt kérdeztük a gazdasági alpolgármestertől az augusztus végi rendkívüli közgyűlés szünetében, ugyanis a cégek után az intézményeknek is piaci áron kell vásárolniuk az energiahordozókat nyár végétől. Augusztus 1-től kikerült az egyetemes szolgáltatói körből az önkormányzat, beleértve az óvodákat, bölcsödéket, közvilágítás, minden egyéb szolgáltatást. A közvilágításnál nagyon jelentős áremelkedéssel számolunk. Tehát várhatóan csak az idei évi utolsó 4 havi áremelkedés a havi 100 milliót is elérheti. Tehát ott az látszik, az összes nagyváros nagy, egy óriási szám. A többi intézménynél ugye az egyeztetések folynak, de sajnos azt kell mondanom, hogy így is az utolsó 4 hónapban egy nagyon jelentős szám várható. Jelenleg a kollégák most dolgoznak azon intézményi szinten lebont, hogy évvégéig ez mennyi lehet. Ez októberre sikerült, ugyanis kedden érkezett az önkormányzat közleménye, amiben azt írták, megérkeztek a javaslatok a városi cégek, intézmények vezetőitől, hogyan tudnának spórolni az energiafelhasználással. Ezekből készült egy stratégiai terv, amit szakmai és politikai egyeztetésre bocsátanak. A takarékoskodásnak még a nyomát se látjuk 3 éve az önkormányzatnál. Mondja a városi Fidesz frakció vezetője. A haveroknak, tanácsadóknak fizettek ki 100 milliókat ehelyett, mondja a képviselő. Miközben a kormány milliárdokkal segíti a rezsifizetést, példa erre a most bejelentett fűtési támogatás is. Ugye éppen a minap jelent meg a magyar közlönyben
az a jó hír és megnyugtató hír, hogy havonta 250 millió forintnyi fix átalány támogatást fog kapni a P-táv távfűtésre. Hát ezzel a pécsiek távhőellátása az biztonságba helyezésre került. Most itt lenne az ideje, hogy a városvezetés az ne csak mindig a kormánytól várja a megoldást, hanem maga is végezze el a saját házatáján azt a házi feladatot, amit egyébként az önkormányzatoknak feladatul szabta. Ugyanis a kormány azt mondta, akkor kaphat plusz támogatást az önkormányzat a megnövekedett működési költségekhez, ha leforgja azokat a felesleges kiadásokat, amik megterhelik a települési kasszát, mondja a frakció vezető. Ezért üdvözli, hogy a városvezetés végre egyeztetéseket kezdeményez a spórolási elképzeléseiről. Közeledik az általányadózók adóelőleg fizetési kötelezettsége. A részletekről a NAV baranyai sajtóreferense tájékoztatta stábunkat. Az általányadózókra adóelőleg fizetési kötelezettség vonatkozik, ennek hamarosan itt a határideje. Hogy ezt megfizessék az érintettek, először a jövedelmet kell megállapítani, melyhez a bevételt kell csökkenteni a költséghányaddal. Ez lehet 40, 80, illetve 90%. Amennyiben egyes vállalkozók többféle tevékenységet folytatnak, akkor az alacsonyabb költséghányaddal kell számolniuk. A levonás után megmaradt összeg a jövedelem, amely idén 1 millió 200 ezer forintig adómentes. Ez azt jelenti, hogy éves összegről van szó, és amíg az adózónak a jövedelme el nem éri ezt az összeget, illetve meg nem haladja, nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Azoknak a régi katásoknak, akik általányadózásra tértek át szeptember 1-től, ezt az 1 millió 200 ezer forintot figyelembe kell venni. Az adómentes jövedelemrész figyelembevétele után megmaradt összevont adóalapból a vállalkozók érvényesíthetik a kedvezményeket. Ilyen a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a családi, a személyi, valamint a 25 év alattiak kedvezménye, illetve az első házasok kedvezménye. Az adóelőleget negyed évente, a negyed évet követő hó 12-éig kell befizetni a hivatal felé. Figyelemmel kell lenni arra, hogy ez az 1 millió 200 ezer forintos adómentes határ vonatkozik az adózóra, tehát abban az esetben, hogyha a jövedelem része nem éri el ezt az összeget, egészen addig, míg el nem éri, vagy meg nem haladja, nem kell neki adóelőleget sem fizetni. Természetesen, mint minden ügykörben, úgy ebben a témában is kérhetnek segítséget az érintettek a NAV munkatársaitól. Megtehetik ezt személyesen az ügyfélszolgálatokon, vagy a 1819-es infóvonalon is. Betakarítási ünnepre és német napra gyűltek össze a helyiek és a meghívott vendégek magyar széken. A program a német nemzetiségi fúvószenekar műsorával kezdődött, majd a Szent Őrangyalok templomban tartott Szent Mise keretében sváb szokás szerint megáldották a terményeket. Délután kulturális programmal zárult a nap. Szent Mihály napja a népi hagyományban a gazdasági év végét, a betakarítás befejezését jelzi, amikor az idő valóban hűvösebbé, ősziessé válik. Magyarszéken sváb hagyomány szerint október elején betakarítási ünnepet és német napot tartottak. A templomkertben a magyarszéki német nemzetiségi fúvószenekar hívogatta zenével a lakosságot az ünnepi szentmisére. Ez a betakarítási ünnepünk. A maga a betakarítási ünnepnek a jelentése az egy örömünnep. Hálát adunk, egy hála ünnep igazából. Hálát adunk a természetnek, hálát adunk az égieknek, hogy ebben az évben is mindent, amit megtermeltünk, ami megtermett, le tudtuk aratni, le tudtuk szedni, és igazából ez egy ünnep, egy hálaadási ünnep. A termésért való hálaadással minden vallásban találkozhatunk. A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése alapján október első vasárnapja a betakarítási ünnep. Ekkor a hívek hálát adnak a terményekért, melyeket az emberek javára érlelt a föld, és amiket a helyi plébános meg is áld. A terménybetakarítás az tulajdonképpen egy úgynevezett sváb, német vagy osztrák szokás, vagy régmúlt időkre vezet vissza, és ezt szerettük volna 4-5 évvel ezelőtt újra idehozni közénk a németséget, egy kicsit erre emlékeztetni, és ezért tulajdonképpen egy betakarítási ugye ünnepnek nevezett, mi így nevezzük, kint osztrák Oktoberfestnek hívják. Szent Mihály napját a nép az év közepének is tartotta, mivel a mezőgazdaságban dolgozóknak ekkor zárult le a fagyok után kezdődő, az aratással, betakarítással kicsúcsosodó munkaév. 500 éves Erasmus levelezéseket és 100 éves históriás kötetet is megcsodálhattak az érdeklődők Kaposváron.
A Takács Gyula könyvtár az országos könyvtári napok keretében szervezett raktártúrát, ahol az olvasók által nem vagy ritkán látott köteteket mutattak be. Egyes kutatások más névet is említenek, hogy nem hozzátartozik a könyvnyomtatás föltalálása, de tény, hogy a mai értelemben vett könyvnyomtatást azt ő hozta létre. Előtte ugye Kínában már voltak ilyen ducnyomatok, tehát egy fatáblára kivésett kis betűformák, képek, és azokat nyomtatták. 800 darabos muzeális értékű könyve büszkélkedhet a Takács Gyula városi és megyei hatókörű könyvtár. A kaposvári intézmény számos kötetet kapott ajándékba olvasóktól, gyűjtőktől vagy éppen hagyatékként, például az egykori fiúgimnáziumból. A legrégebbi ezek közül az 1519-es rotterdami Erasmus levelezéseit tartalmazó kötet, de számos értékes és érdekes könyv is megtalálható a raktárban. Ez a nemzeti dicsőségünk, ez egy klasszicista, historizáló mű a 19. század második feléből. Ezt azért választottam, mert ennek a szerkesztője Hock János, akinek vannak kaposvári kötődései, idejött segédlelkésznek, aztán országgyűlési képviselő is lett. Az országos könyvtári napok keretében bárki megcsodálhatta a ritka köteteket, folyóirat gyűjteményeket. Olvastam a honlapon, hogy lesz egy ilyen lehetőség, és meg akartam ragadni. Mert én nagyon szeretem a könyveket, és gondoltam, hogy itt ilyen különlegességek lesznek. Főleg ezek a könyvkötészeti különlegességek, ezek gyönyörűek. Ilyeneket ma már nem nagyon lehet kapni, meg könyvesboltban nem látsz ilyet. A túra során a folyóiratokat is megtekinthették az érdeklődők, ezeket is gondosan őrzik a raktárban. Fontos a sajtótermékek összegyűjtése, hiszen a könyvtárnak van egy szülinapos csomagszolgáltatása, ahol az érdeklődők dátumra lebontva megtalálhatják a nevezetes történéseket. Egyrészt megismertetjük a könyvtárunknak azokkal a könyveivel, amiket úgy egyébként nem nagyon szoktunk az olvasók elé tárni. Másrészt meg kicsit látják, hogy mi nem csak kölcsönzött könyvekkel foglalkozunk, hanem van más dolgunk is. Ezekre vigyázni kell, időnként átnézni az állagukat, de nyilván szeretnénk megmutatni, hogy értékek. Az országos könyvtári napok folytatódik Kaposváron. A következő hetekben családi játszóházzal, kvízzel és előadásokkal várják az érdeklődőket. Végül mutatjuk újra főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Újabb változások a menetrendben. Tovább folytatódik a szekszárdi helyi járatos buszok racionalizálása. Harcsafilét akart lopni, végül laptoppal távozott a szekszárdi besúranó. 70 éves a megyei könyvtár. A jövőbeni tervekről hallhattak a résztvevők. Judó sikerek. 3 aranyérmet is elhoztak a szekszárdi sportolók. Csütörtökön is felettünk marad a változó vastagságú, időről időre elvékonyodó magas szintű felhőzet, melyen át időként szűrt napsütés is előfordul. Csapadéktól nem kell tartani. Gyenge, változó irányú légmozgás lesz jellemző, tovább emelkedik a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!